Mai műsorunkban Császpor Andrással, a Cernusz Teátrum igazgatójával tekintjük át a tavalyi év történéseit. András, nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtál bennünket itt a Cernusz Teátrumban, és hogy elfogadtad a felkérésünket erre a riportra, erre az interjúra. Mint tudjuk, a tavalyi év senkinek sem volt könnyű. Intézményeknek, vállalatoknak, cégeknek egyaránt meg kellett pirkózni a pandémia okozta gazdasági veszélyekkel. A Cernusz Teátrum több alegységből is áll, nagyon sok mindent próbáltok működtetni, üzemeltetni, víziszínházhoz, zenepavilonhoz, ugye a mozihoz, a Cernusz házhoz, mint eseményeknek, rendezvényeknek adtok teret. A programokat igyekeztek úgy összeállítani, hogy a közönség minél jobban tudjon szórakozni. Hogy tudtátok összehangolni ezt a rengeteg-rengeteg részfeladatot, úgyhogy közben megbirkózzatok a pandémiával is? Hát először is a Cernusz Teátrum nevében köszönöm az érdeklődést, hiszen egy ilyen évösszefoglaló az mindig nem csak számunkra, a szolgáltatók számára mérleg, hanem a szolgáltatásainkat igénybe vevők számára is. Talán hadd kezdjem azzal, hogy a 2021-es évet bezárás nélkül tudtuk végigcsinálni. Ez a 2020-as évhez, tehát a pandémia első évéhez képest előrelépés, de közben pedig óriási felelősséget rólt ránk, leginkább rám ügyvezető igazgatóra, hiszen nekünk magunknak kellett eldönteni, hogy a szolgáltatásaink mely részét és milyen formában tartjuk meg. Hogyan próbáljuk az éppen aktuális, akár heti bontású, pandémiás, megszorító intézkedéseket kezelni. Kezdve azzal, hogy a munkatársak védettsége, oltása, folytatva azzal, hogy nyitva lehettünk, de az épület területén nehogy Isten maszkot kell használni, és kiragadok most egy példát, beül valaki egy kétfelvonásos színházi darabra, és azt mondja, hogy ő nem kap elég levegőt, ő egyszerűen fullad a nézőtéren mozgban, és ezért nem akar jönni. Mi ezeket a szabályokat, főleg kormányszintű rendeleteket, mi nem bírálhattuk felül, tehát teljesítenünk kellett, különben ugyanaz vonatkozik ránk, mint akár egy vendéglátóipari egységre, vagy egy bevásárlóközpontra, hogy bezárásunkat kockáztattuk, vagy bezárásunk is előfordulhatott, nyitvatartásunkat kockáztattuk. Említetted, hogy különböző szakterületeket viszünk, ez hál' Istennek 12 óta így van. Bejáratott gyakorlatok vannak, akár egy zenepavilon nyári program sorával, egy víziszínház, Cervinusz fesztivállal kapcsolatban. Ezek a jól bevált gyakorlatok, ezek ott vannak a munkatársak napi rutinjában. Igazad van, ezt tetézte a mindenkori pandémiás helyzet. És most teljesen mindegy, hogy melyik szolgáltatási részt emelem ki. Mindenhol egyértelműen tapasztaltuk azt, hogy az emberek tartózkodóbbak, hogy az emberek visszafogottabbak. Napokban olvastam egy olyan orvosi tanulmányt, amelynek magyar fordítása megjelent, Angliában született. Pszichológusok elkezdték vizsgálni azt, hogy a társadalmi élet az hogyan fordul visszájára, az egyének hogy zárkóznak be saját otthonukba, milyen hosszú távú, rövid, közép vagy hosszú távú negatív hatása van az emberi kapcsolatokra ez a fajta bezártság. Ez a tanulmány elsősorban az orvosi, a szociális feladatokra hegyezte ki a megoldást, de én azt mondom, hogy ha valamikor újraindulhat egy normális társadalmi élet,
egy maszk nélküli társadalmi élet, egy vírusfertőzés nélküli társadalmi élet, amiben most már egyre kevésbé hiszek, akkor biztos, hogy nekünk meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan tudunk újra közösségeket mozgatni. És talán itt a kulcs szó, hogy mi mindig a nézők szervezését is közösségek oldaláról közelítettük meg. Munkatársam Szelja Gabi napi kapcsolatban van a szarvasi civil szervezetek vezetőivel vagy szervezőivel. Hiszen, hogyha jól működő, összetartó nyugdíjas közösségek, szakmai közösségek vannak a környezetünkben, vagy bejárnak ide ebbe az épületbe, akkor azok alapját jelentik annak a szolgáltatásainkat igénybe vevő közönségnek, akikért érdemes műsort szervezni. Ezek a közösségek recsentek meg alapjaiban. Nem tudtunk tavaly buszra ültetni embereket ilyen egyszerű dolog miatt, mondjuk, hogy kihasználjuk a lehetőséget. Závogyán Magdolna főigazgató asszony javaslatát, hogy a Lakitelki Nemzeti Művelődési Intézet programjaira, egy egynapos programsorra ingyenesen átvihetünk egy busznyi embert. Nem tudtuk megtölteni az autóbuszt, mert nem akartak egy légtérbe ülni az emberek. Ha innen indulok ki, akkor óriási dolog az, hogy a Zenepavilon, ha bár az ugye nyílt térben, és ezért kezdem a nyílt terű programjainkat, a nyílt térben hagyományos módon létrejött, minimális nézőszám visszaesés volt tapasztalható, de még egyszer, ez szabad téren, nyílt térben, és emellett ráadásul még ültetéses rendszerben zajlott, tehát itt kevésbé éreztük a visszaesést. Azért hozzá kell tennem, hogy a nyugdíjas törzsközönség itt sem jött ki teljes létszámmal, a korábbi évekhez képest teljes létszámmal. A Vízi Színház a következő nagy szolgáltatói egység. Itt ugye beszélhetek a teljes nyárról, amely közel 70 előadást jelentett, hármas egységben szervezve, Békés Csabai Jókai Színház, Magyar Teátrumi Társaság és Servilus Teátrum. Itt úgy érzem, hogy mindösszesen a műsorok miensége határozta meg a nézőszámot, és azért tudni kell, hogy kormányzati szinten jó néhány olyan program fut, amely ingyenes szolgáltatást jelent, központi emberi erőforrások minisztériuma finanszírozásában. Ilyen a Déri Nép program, ilyen a Magyarország kulturális program része, ahol munkanélküli színészek, táncosok, zenészek kaptak lehetőséget. Ezt csak azért mondom felvezetésként, mert ezeknél a programoknál nagyon változó a minőség. De természetesen látom, hogy a Teátrumi Társaság is, a Jókai Színház is élt ezzel a lehetőséggel, hiszen az ingyenes programok így konkrétan a szervezőknek sem került pénzükbe. Nagyon fontos az, hogy a Vízi Színház ne csak a közönséget tartsa meg, hanem a színpadi produkciók minőségét is, hiszen hosszú távon ez megbosszulhatja magát, hogyha elindul egy negatív spirál. A városi nagy rendezvények, ha nem lett volna pályázati lehetőség, amely lehetővé tette, hogy a Szent István nap és a Szilva nap programjait ingyenes, jobb minőségű könnyűzenei koncertekkel feltuningoljuk, akkor bizony a nagy rendezvényeinken is érezhető lett volna a visszafogottság. De hál' Istennek Szent István napon a kora esti koncerten kint voltak közel 3000-en a becslések szerint, a tűzi játék utáni koncerten is, vagy 2000-2500-en.
És ezeket az adatokat azért mondom, mert mi ebből mértük le, hogy az emberek nagy része, főleg a fiatalok szórakozni akarnak. Hiszen valamikor mi se tudtunk otthon megmaradni, hanem mentünk, bulisztunk, ismerkedtünk. Talán ez a következő legnagyobb kérdés, hogy ez a most már 2 éve tartó pandémia, ez azoktól a fiataloktól rabolja el a fiatalkori bulizás, szórakozás, szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, akik ugyanúgy megszerették volna élni 17-18 évesen, mint ahogy mi akkor. Ez is egy hatalmas kérdés és kérdéskör lesz. Itt is átalakulni látszik a szórakozás. A szórakozás igénye megvan, de azt is látjuk, hogy kisebb közösségekben, akár 6-8 fős csapatokban szívesebben mennek ki mondjuk egy körösparti nyaralóba, csukják magukra az ajtót, és nem biztos, hogy úgynevezett tömegrendezvényre vágyakoznak állandó jelleggel. Az augusztus 20-a, mondom, ennek az ellenkezőjét mutatta. A szilvanapok rettentően tartottunk tőle, hogy egyáltalán, ha mi megrendezzük, akkor lesz-e közönsége. Hát itt is pozitív meglepetés ért bennünket. Sokak szerint a szilvanapok történetének egyik legjobb szilvanapja kerekedett. Nem jó ez a kifejezés részemről, nem szabad ilyet mondani, mondjuk leghangulatosabb. Jó idő volt, sokan voltak, változatosak voltak a programok, megerősítettük a tematikus udvarok programjait, igyekeztünk minél jobban szétbontani a szilvanap eseményeit és ezáltal a tömeget. Ezzel kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy érdemes volt újra benyitni a kézművesör udvarba, a bor udvarba, a kölyök udvarban. Kölyök udvarban rengetegen voltak, szinte kinőttük a Benka iskola belső udvarát, holott hát ugyanakkor a teret biztosítottak, mint korábban, bármikor. De megerősödött a Korona étterem udvara, Zebra klub nem győzte, kicsüngtek az emberek. Gyakorlatilag a két fesztivál sátor alatt is mindig történt valami, és tömegek voltak, nem beszélve a vásározókról, vagy éppen a gasztronómiai kínálatról. A mozinál éreztük talán a leginkább a visszaesést, de ez sokkal komplexebb. Már csak azért is, mert a filmforgalmazók és többek közt a filmgyártók is elsősorban 2020-ban, amikor be voltak zárva, 2020 tavaszán például be voltak zárva a mozik, akkor átálltak az internetes, a digitális szolgáltatásra, és olyan filmcsatornák jöttek létre, amelyek korábban nem voltak. És akinek megfelelő méretű monitorja van, gyakorlatilag számítógép alapú rendszere, házi mozia, az otthon utol tudta érni a legújabb filmeket, hiszen a filmek bemutató szintjén is a digitális világunkban zajlott, és nem egy moziteremben. Na most nagyon úgy néz ki, hogy a mozi szolgáltatásnál marad meg ez a kettőség leginkább. Tehát, hogy igen, a mozik bemutató film szolgáltatása az elsődleges, de legalább egy héten belül megjelenik otthonról is elérhető módon, természetesen fizetős csatornaként, ugyanaz a film, amit megnézhet mondjuk egy adott nagy teremben. Megszokták az emberek, és nem biztos, hogy olyan szinten igénylik a nagytermi mozizást, mint régen. Sőt, a tapasztalat az az, hogy nem. 60-70%-ával esett vissza a nézőszám. És itt a
mozi szolgáltatókkal, más, főleg multiplex mozikkal tárgyalva, itt nem is nagyon látunk pozitív tendenciát. Tehát itt valószínű, hogy hosszú távra be kell rendezkednünk ebben a témában. Mi eljutottunk egész odáig, hogy már azt vizsgáljuk, hogy az épületen belül hol tudunk kialakítani egy kamaramozit, körülbelül 50-60 székkel, nézőtérrel. Nagyon nehéz dolog. Egy ilyen mozirendszer ugyanúgy a vetítést, a professzionális projektor, a filmvászon, csillagászati árak, 30 milliónál kezdődik egy komplett mozirendszer, és akkor még a helység kialakítása, a székek, a nézőtér, 50-60 millió forintos befektetésről beszélek. És ugye ne felejtsük el, hogy mi kulturális cégként dolgozunk, tehát mi magáért, az épületért is bérleti díjat fizetünk Szarvasváros önkormányzatának. A legutóbbi mozi fejlesztésnél Szarvasváros önkormányzata segítette a munkánkat, biztosította az önerőt, de úgy, hogy azt 5 év alatt részleteiben visszafizettük. Tehát nem támogatásként kaptuk meg. Színház. A színházi munkát a 2021-es évben a digitális világ, tehát az online filmek és az élő színházi produkciók létrehozása és előadása és ennek kettősége jellemezte. Ugye a 2020-as év tavasza volt olyan, hogy akkor legyártottunk 40-valahány kisfilmet. Az egyszemélyes mesemondástól kezdve a felolvasó színházon át, a kamara előadásokon keresztül, sőt, szabadítottunk fel olyan már élő repertoáron nem működő színházi előadásokat, amelyek kimehettek tévécsatornákon keresztül egy az egybe. Ezt a részét 21-ben tovább folytattuk, de nem volt tiltás arra vonatkozóan, hogy színházi próbák ne történhessenek meg. Tehát a színházi darabokat főleg azért, mert mi pályázati pénzekből élő színház vagyunk. A pályázatban vállalt színházi produkciókat létrehoztuk a 2021-es évben, és el is tudtunk ezzel számolni. Szerintem klassz és értékes produkciók jöttek létre. Bizonyítja azt, hogy például Lázár Ervin programba bekerült 2 produkciónk. Ez azt jelenti, hogy az országban bármely iskola lekérheti az előadásokat, felső tagozatosok számára a Twist Olivér, az alsó tagozatos gyermekek számára pedig a Bűvös Tojás. 40-valahány ilyen ifjúsági és gyermek darabot válogattak be ebbe a programcsomagba. Békés megyén belül már tavaly ősszel is számos előadásunk volt. A Bűvös Tojásból volt olyan hét, hogy 8 előadás ment le egy hét alatt, vagy 7 pontosabban, mert ott is volt betegség miatt kieső osztály, és nem volt teljes a lista, amit majd tavasszal természetesen pótolunk. A közösségi ház rész, ott megint csak éreztük azt, amit már a riport elején említettem, hogy elsősorban a nyugdíjas közösségek, azok tartózkodóbbak voltak. Nem jártak olyan rendszerességgel, nem jöttek. Nem jöttek például az idősek biliárdozni, nem jöttek kártyázni. Ez nem jó nekünk sem, mert azt a részét lent a Pince klubot üresnek éreztük, de bizonyára nem jó az időseknek sem, hiszen odahaza egyedül érezték magukat, indulok ki abból, amit édesapám is megélt az elmúlt év első felében. A fiatalok, elsősorban a mozgásos szakkörök,
azok szívesen jöttek. Nem azt mondom, hogy elővigyázatlanok voltak, de jöttek, mozogni akartak, táncolni akartak. Legyen ez női torna, legyen ez hip-hop, vagy néptánc, vagy bármi. Mozogni akartak. És én tartok attól, hogy minél tovább tart ez a pandémiás helyzet, annál inkább sajnos természetessé fog válni az, hogy a vírus az itt van köztünk, és megpróbálunk úgy csinálni, mint mondjuk egy influenzával, hogy nem veszünk igazán tudomást róla. Bocsánat, hogy én ilyet kimondok a kamerák előtt, de ilyen tapasztalatom is volt a 2021-es évben, az elmúlt évben. Művészeti iskolát hagytam a végére, hiszen a művészeti iskolát nem mi működtetjük, Hován Kálmán Művészeti Iskola 3 tagozata működik itt az épületben, 3 csoportos képzés, a drámatagozat, a tánc és a képzőművészet. Hát ott is voltak olyan időszakok, amikor emlékeim szerint, és most remélem nem keverem össze a két egymás utáni évet, amikor az iskolák kihagytak. Emlékeim szerint a művészeti iskola végig működhetett. Legfeljebb voltak olyan osztályok, akik otthon kellett, hogy maradjanak, de itt is azt láttam, hogy a fiatalok élik a hétköznapi életüket nagyon helyesen. És számunkra azért fontos a művészeti iskola képzése ebben az épületben, a diákok jelenléte, mert egyrészt egy csomó dologba be tudjuk őket kapcsolni. Drámatagozat, vannak olyan színházi produkciók, lásd, kimondtam mind a kettőt, gyakorlatilag a Twistorjúért is, vagy a Bűvös Tojást is, hogy ott vannak a fiatalok. A Bűvös Tojásban a néptáncosok, a Twistorjúérben pedig persze nem csak szarvasiak, de szarvasiak közül jó néhány művészeti iskola drámatagozatos tanulója. Illetve itt vannak köztünk, viszik a híreket, viszik a szóróanyagot, viszik haza a szülőknek, nagyszülőknek a mi eseményeinkkel kapcsolatos híreket. Belenőnek egy olyan millióbe, ahol remélhetőleg jól érzik magukat, hiszen a művészeti iskola ez nem kötelező, az választott, és hál' Istennek jönnek, és itt vannak. Ez biztos köszönhető a kiváló pedagógusoknak is. Ezért én optimista vagyok, hogy egyszer talán elhagy bennünket ez a vírus, reméljük, hogy rögtön utána nem jön egy következő, de hogy melyik szolgáltatásunknál milyen módon fog visszatérni a társadalmi közérdeklődés a szolgáltatásaink iránt, ez komoly kérdéseket vet föl. Van, amit meg tudunk válaszolni, van, amit csak találgatunk. Minden esetre az biztos, hogy rendkívül elkötelezett vagy, illetve az egész munkatársi brigád, csapat rendkívül elkötelezett a részterületeken, hiszen látszik, hogy a nehézségek ellenére rendkívül nagyot alkottatok. Szerintem ugyanígy fogjátok megpróbálni az idei évben is. Még egy kérdésem lenne ehhez kapcsolódóan. Egyrészt mit vársz az idei évtől, mint igazgató, másrészt, mint privát magánember? Ez az első olyan évem, amikor úgy használom a 2022-es naptárt, hogy a naptár elejére nem írtam be semmit. És ez azt jelenti, hogy az elmúlt 40 évben mindig január elején bekerült a naptár első üres lapjára egy csomó dolog a főállású tevékenységemben, de otthoni magánéleti dolgaimban is. Nem fogadalomként, de mégis támpontként, hogy mik azok a nagyobb események, amelyeket meg szeretnék valósítani. Az elmúlt hétvégén ott volt a
nappalink asztalán ez a naptár, és mégse írtam bele semmit. Zakatol az agyam, hogy akkor miért hagyom ki az idei évet? Mi változott? Miért nem tudom beírni azt, hogy például a Cervinus Teátrum életében a főcsapásvonal a 300 éves letelepedési évforduló és ehhez kapcsolódó rendezvénysor. Mert tesszük a dolgunkat, létrejött az a szervezőbizottság, akik hozzákezdtek ehhez a munkához. Jövő héten egy fórum keretében társadalmasítjuk ezt az egészet, és bízom abban, hogy a pandémia ellenére sok és színvonalas program fog létrejönni. Ez nem csak szakmai kérdés, pénzkérdése is természetesen. Az, hogy új darabok létrejöhessenek, tavaly novemberben leadtuk már a minisztériumba azokat a pályázatokat, amelyben megfogalmaztuk, hogy milyen új színházi események kell, hogy létrejöjjenek. Milyen nagyszabású darab kell, hogy létrejöjjön, hogy a vízi színházban is újat tudjunk mutatni, vagy akár a sor végén sorakozó mesedarab is megfogalmazódott. Talán a vízi színház az összefüggésben van a 300 éves évfordulóval, mert eltökélt szándékunk, hogy felújítjuk a Tesedik musicalt. Kicsit átírva, kicsit átfogalmazva elindult a szakmai munka, mind a szövegíróval, mind a zeneszerzővel. Új koreográfust választottunk, Vári Berci, akivel már együtt dolgoztunk a Vári Dance kapcsán. A legelső egy közös munkánk például a Holle Anyó volt 2012-ben. Kiváló koreográfus, saját együttese van, de a Dunaújvárosi Színház koreográfusa is egyben fölvállalta ezt a produkciót. Ez egy nagy létszámú, nagyszabású produkció lesz. A bemutatóját július 23-ára tervezzük Szarvasváros napjára, a letelepedési szerződés aláírásának napjára. Mesében egy Mátyás király mese következik a sorban. Felvidéken járó Mátyás király alapsztoria, amelynek van szlovák és magyar vonatkozása, miután szlovákul is és magyarul is el fog készülni ez a mese. A másik nagy csomag ez a megyei projekt, amely sok lábon áll, és május végéig be kéne fejeznünk. Bőven zajlanak az események, tegnap is például Vésztőn voltunk. Megyei értéktár előadások, megyei értéktár kiállítás, Hegedűs Évinek egy komplex társasjáték a megyei értékekről, de februárban indul Bartók Béla népzenei gyűjtéséből összeállított, sárréten gyűjtött dalaiból, dalagyagából, énekeiből egy koncert, amelyet Szokolai Balázzsal, ismert művész nevén Szokolai Dongó Balázzsal valósítunk meg. Itt bent az épületben elkezdődtek annak a színházi darabnak a próbái, amely a 19. századi betyárvilágot kell, hogy bemutassa. Tehát ez is egy hatalmas egység, részekre bontva baromi összetett és hosszadalmas. És hát magánéletemben pedig arra készülök, hogy tetőcsere. Annak idején áttetős házat építettünk, és zárólélesen megjegyzem, hogy a náttető most már luxus kategória, és már a javítása is annyiba kerül, amiben nem akarunk beleöregedni, úgyhogy egy komplett tetőcsere. De még egyszer mondom, nem írtam le ezeket. Itt van az agyamban, de nem tudom, hogy fog alakulni az idei év. És hát a beszélgetésünket megelőzően egy
jó hírt is megosztottál, hogy számos kis birkát született a tanyádon. Erről még egy pár szóban, hogyha beszámolnál, így egy kicsit vidáman sztorizgatva. Hát igen, szerintem jó néhányan tudják, hogy én 20 éves koromban alapvetően a mezőgazdaság irányába indultam el, Gödöllő mezőgazdasági gépészkar, de hát közben már szarvasról vittem az akkori tesedik táncegyüttesből a tánc szeretetét. Gödöllőn ez még jobban megerősödött, és jött egy nagy váltás. Elindultam a táncoktatói vonalon, és jött sorba minden, de megtartottam a mezőgazdasági részt is. Ha más nem, akkor anyai nagyapám emlékére. Gyakorlatilag az ő gyümölcsösébe építkezhettünk 1980-as évek végén, a rendszerváltás környékén, és az egy gazdálkodásra alkalmas, zárt kertes, de tanyás terület, úgyhogy ott is élünk. Számomra az a megnyugvás, az a energiával való feltöltődés, hogy hazamegyek, és mondjuk a birka állományommal foglalkozom. Igen, az idén egy olyan csodálatos évad jött létre, hogy az összes anyabirkám, amely eddig bárányt hozott a világra, azok ikreket hoztak a világra, és mind életképes. Jó az állomány, mert egy brit tejelő fajta az alapállomány, tehát genetikailag is jó az állomány, még annak idején a gyepkísérleti telepről származtak ezek a birkák, de akkor is egy rendkívüli év ez az idei, ilyen még nem volt. Úgyhogy ennek külön örülök, és ráadásul ilyen egy hét leforgása alatt születtek meg, úgyhogy egyivású bárányok. Csodálatos dolog, amikor együtt bandáznak, együtt játszanak, együtt kergetőznek, amikor a körbálás etetőre fölmásznak, és a bála tetején szórakoztatják még az anyabirkákat is. Kívánom mindenkinek ezt a természetközeli állapotot is, hogyha megteheti, akkor tegye meg, mert én szerintem igazándiból töltődni itt lehet, főleg a mostani helyzetben. András, köszönöm szépen a beszélgetést, és egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk. Köszönöm. Köszönöm a csapat nevében.